Egy évvel ezelőtt zárták be a nagyközönség elől a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményeinek nagykönyvtárát. Ekkor kezdődött meg ugyanis annak teljes körű felújítása. Miután az itt található, mintegy 30 ezer kötetnyi könyvet kipakolták a könyvtárosok, megkezdődhetett az interziás parketta felújítása és helyreállítása, a megfelelő szellőztetés és fűtés kialakítása, a villamos hálózat, a freskó felújítása és az egész terem festése. Mindez az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával 116 millió forint összértékben valósulhatott meg. Az ünnepélyes átadáson elhangzott, hogy ez a teljes körű felújítás együttesen szolgálja a könyvállomány és a műemlék védelmet, az oktatást, az idegenforgalmat, valamint a hitélet ápolását. Még soha nem történt átfogó és igazán szakszerű restaurálás, és hát bizony az idő a legszebb dolgokat is megrongálja, megeszi, és amikor pedig volt bizonyos beavatkozás, akkor az pedig inkább rontott az eredeti képen, mint javított volna. Úgyhogy itt volt tényleg az ideje, nagyon aktuális volt már, hogy ez a teremkönyvtár megújuljon, annál is inkább, hogy azért gondoljunk bele, hogy hosszú évtizedek során tízezrek látogatták, százezrek látogatták, és ahol sok ember mozog, az mindig kopik az a környezet. A kulturális értéke ennek az intézménynek olyan kiemelkedő a magyar kultúrában, hogy nem lehet elmenni szó nélkül, ha szükség van segítségre. Másodszorban pedig képviselő úr, Hörcsik képviselő úr bemutatta ennek a fontosságát és szükségességét, így aztán a döntést is könnyen hozta meg a kormány. A Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményeinek nagykönyvtárát minden évben több százan látogatják meg. Az átadó ünnepségen felszólalók egyaránt kiemelték, az értékes és egyedülálló könyvállomány megfelelő megőrzése valamennyi nemzedék kötelessége és feladata. Személyesen nekem nagyon sokat jelent ennek a könyvtárnak a felújítása, hiszen életem egy része ide kötődik, mint pataki diák. Itt tanultam meg nem csak a könyvek tiszteletét, hanem a tudománynak a szeretetét is. Ezért tartottam elsődleges fontosságúnak azt, hogy ezt a nagy termet próbáljuk meg minél hamarabb felújítani. Két okból is. Egyrészt a könyvek tisztelete és szeretete miatt, másrészt pedig az ide látogató turisták száma miatt, minél többen jöjjenek ide, vigyenek el valamit a könyvek tiszteletéből és szeretetéből, ha meglátják ezt a csodálatos nagykönyvtárat, amit fogalmaztam, a tudománynak a templomát, valóban megszentelt falak ezek. A nagykönyvtár a Sárospatak kultúrájának a része. Sárospatak ugye az Emplén kulturális központja, a kultúra magyar városa, és sorolhatnám még ezeket a szép címeket. Ehhez a kultúrához hozzátartozik az az érték, amelyet itt a nagykönyvtárban találhatunk. A nagykönyvtár, hála Istennek, jó kezekben van, ápolják ezeket a hagyományokat, ápolják az itt fellelhető kulturális örökséget, én pedig örömmel fejezem ki Sárospatak nevében, hogy ez a felújítás ez ilyen méltó módon sikerült. Az ünnepélyes átadást követően a könyvtár ismét tárt kapukkal fogadja az érdeklődőket.